Köszöntöm a stúdióban Volcskó Jánost, Európai Uniós Adatvédelmi Tanácsadót, majdnem szakértőt mondtam, de az egy másik történet. A térfigyelő kamerákról lesz szó úgy általában, de ennek nagyon sok ága-boga van, és próbáljuk azért rendszeresen átvenni ezeket a történéseket. Nem lesz száraz, megígérem a beszélgetést. Mi a helyzet a térfigyelő kamerákkal, illetve melyik területen lehet azt mondani, hogy a legnagyobb a bizonytalanság, ugye? Mert ez egy nagy gyűjtő fogalom, ez a térfigyelő dolog. Hát maga a kamerázás egy nagy gyűjtő fogalom, és elég a GDPR, hogyha az elején kezdjük, akkor az áldás adatvédelmi rendelet, ami az Európai Unióban egyaránt érvényes mindenkire, amióta az hatályba lépett, azóta vannak ezek az anomáliák, hogy mit lehet csinálni a kamerázással, és mit nem. És hát ami legjobban érint minket, amivel nap mint nap találkozunk, azok a általában a térfigyelő kamerák, de hát ebbe is nagyon sok van. Van a közterületen elhelyezett önkormányzat által, vagy a rendőrség által működtetett. Aztán vannak olyanok, amiket a társasházakban például? Társasházakban, de hát végül is az igazán nem mondhatjuk, hogy közterületet figyel meg. Épp, hogy azt nem. Azt nem figyelheti. Ugyanígy a magánlakásokban felszerelt udvarokat és egyéb helyeket figyelő kamerák, azok sem esnek ebbe a kategóriába. Viszont vannak ugye a menet kamerák, amik az autókon egyre több. Vannak a dashboardok, igen, az autókban a menetrögzítő kamerák, amik kifejezetten közterületet vesznek. Ha csak nem a garázs falát, tudna már közterület, ha elindul az ember. Igen, igen, és hát az egy nagy fehér folt, mivel kifejezetten ezzel nem foglalkozik a GDPR, és a nemzeti törvények is általában valahogy ezt kikerülték, az írek kezdtek el vele foglalkozni, de az írhatóságról tudni kell, hogy most indult ellenük eljárás, mert olyan lassan dolgoznak, hogy mire ők meghoznak egy döntést, az hosszú éveket vesz igénybe, de ők azt javasolják, hogy az autókra például tegyünk ki figyelemfelhívó matricákat, hogy menetrögzítő kamerák vannak. Mármint, hogy az írek ezt javasolják. Ők, igen, de hát mivel Európai Uniós törvényről van szó, félhetően amit ők javasolnak, az egész Európában előbb-utóbb alkalmazhatóvá válik, vagy alkalmazóvá válik, mert ugyanaz vonatkozik rájuk, mint ránk. Tehát maradjunk egy picit itthon. Ugye egyre többen szerelnek föl ilyen dashboard vagy menetrögzítő kamerát az autójukba. Mi ezzel a probléma? Ugye a televíziókban majdnem minden este látunk felvételeket, bár a rendszámot kitakarják, tehát valami azért van, hogy szabálytalan autósok gyalogost gázolnak el, vagy akármi történik, és ezt rögzítik a menetrögzítő kamerák, amely gombamód szaporodnak. Ezek jogosan vannak mindenkinek a birtokában? Hát akkor először is azt onnét indulnék el, hogy a GDPR azt mondja, illetve a magyar PTK is azt mondja ki, hogy az embernek az arcvásához és a hangjához gyakorlatilag az ő személyes adata, és hát a GDPR arról rendelkezik, hogy a személyes adatokat hogyan kezelhetjük. Személyes adatokat alapértelmezésben csak akkor kezelhetünk, ha meg tudjuk mondani a célját, jogalapját, és erről tájékoztattuk az illetőt. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nem kezelhetünk személyes adatot. Na most hát ez azt jelenti, hogy felveszek valamit az utcán, egy balesetet mondjuk, és nem csináltok vele semmit. Gyakorlatilag ezt jelenti, igaz. Ennek hogyha személyes adatot tartalmaz. Viszont ha nem írom ki a nevét és telefonszámát, akkor csak az arcmása látszik. Az a gond, hogy hogy az emberekbe egy tévhit él arról, hogy mi az ő személyes adat. Igen. Személyes adat minden ismeret, aminek a végén egy ember van. Tehát egy kis faluban még a bodri kutya is lehet személyes adat, mert tudjuk, hogy ez a Józsi bácsi. És ha meglátjuk a kutyát, akkor tudjuk, hogy az a Józsi bácsihoz tartozik, tehát ha én azt lefényképezem, akkor ez nagyon extrém példa, de ha valaki egy kis faluban vesz egy Lexust, az is egy személyes adat, mert valószínű, hogy csak ő neki van. Tehát minden olyan ismérve, amivel egy ember azonosítható, és az arckép az egyértelműen ilyen, hogy az csak annak az embernek az arcképe lehet, tehát az már személyes adat. És ha én személyes adatot kezelek, akkor meg kell felelnem ezeknek a GDPR által előírt feltételeknek. Kivéve...
Igen. Kivéve azt az esetet, ha én magánfelvételként otthonra csinálok felvételeket, és otthon a családdal nézegetem, de amint ezt nyilvánosságra hozom, kiteszem az internetre, vagy akárhol megjelentetem, akkor már vonatkoznak rá ezek a rendelkezések, és ennek meg kell felelni, és általában ezek a menetrögzítő kamerák nem felelnek meg egyiknek sem. Tehát mondjuk az otthoni tárolt felvétel nem esik azonos kategóriába a gyerekpornó felvételekkel, amit lefoglalhatnak a gépemről, attól függetlenül, hogy én ezt terjesztem, vagy csak nézegetem. Ezt nyugodtan megtehetem, hogy otthon szabad tárolni. Igen, tehát a személyes adatokat tartalmazó felvételeket tárolhatok otthon, az, de így van, hát vissza én is. Most nem csak akkor személyes adat valami, jó, a végén az ember van, hogyha kiírom a nevét, mondjuk egy interjúnál, és akkor, vagy nem interjúnál, de megjelenik valaki a háttérben, újságíróként kérdezem ezt, akkor őt ki kell homályosítani? Vannak itt azért kiskapuk és egyéb szempontok is. Ha a tömegfelvételt készítek, amikor nem kifejezetten egy emberre vonatkozik a felvételem, és nem emelek ki egy embert a felvételen, akkor az nem minősül személyes adatnak. Mondok egy határesetet, ami legutóbbi tapasztalatom volt, ugye voltak ezek a ellenzéki előválasztások, és voltak bizottságok, amik szedik ezeket a szavazatokat, és egy totál képet akartam róluk csinálni, 5-6 ember szerepelt a képen, és az egyik azt mondta, hogy no picture. Vagy joggal mondta ezt? Hogy ezt joggal mondta, igen. Akkor legalább őt le kell hagyni a képről. Vagy ki kell. Vagy csak ott tárolhatom. Hát, mivel tehát itt a felvételnél az is fontos, hogy te mikor oda mentél, a tévi képviseletébe mentél oda, akkor már nem tárolhatod otthon. Tehát akkor már te megszemélyisítettél egy szervezetet. Ha magánemberként csináltad volna ezt a felvételt, akkor meg se kellett volna esetleg kérdezni, mert ha csak otthonra akartad. De mint cég nem csak, hogy meg kellett volna kérdezni, tájékoztatni kellett volna, hogy ezzel mit akarsz csinálni, meddig fogod tárolni, milyen célból, milyen jogalappal, hogyan fogod őrizni, tehát a törvény előírja, hogy milyen tájékoztatást kell adni, mielőtt megkezdenéd az adatkezelést. Adatkezelést elméletileg, ha lehetőséged van rá, nem lehet anélkül elkezdeni, hogy nem tájékoztattad volna az érintettet arról, hogy mit fogsz ezzel csinálni, és hogy ő hogyan élhet a jogaival. Jó, most ne bonyoljuk bele abba, hogy hol kezdődik a tömeg, hogy 7 ember, 8 ember, 10 ember, ebből egy jelentkezik, hogy őt nem, és akkor milyen probléma, odamész, megbeszéled vele, kettő jelentkezik, vele is megbeszéled. Ugyanis mondjuk az újságírásnak az a lényeg, hogy pillanatképet készít egy adott helyzetű, és ha beállítják, az metikátlan. Tehát ha én megmondom, hogy jó, akkor forduljon háttal, az már... Igen, hát teljesen életszerű. Igen, az újságírás azért... Jó, ezt ne is bonyolódjunk. Annyit még ezekhez a felvételekhez, pont egy óvodánál merült fel a dolog. Attól, hogy megkérdezed, hogy készíthetsz-e felvételeket, és ők hozzájárulnak, az csak arra szól, hogy te felvételt készíthetsz. Nem a közétételre. A közétételre nem. Arra külön engedélyt kell kérni, mert nem adhat előre egy olyan felvételre engedélyt, amit ki tudja, hogy mi lesz rajta. Tehát ő neki azt joga van kontrollálni. Ezt esetleg írásban is lehet, vagy kell rögzíteni, hogy ha a helyzet úgy adódik, hogy ezt csak erre fogom felhasználni, és vállom ennek a... Hát sajnos az a gond, hogy a GDPR egy kicsit másképp működik, mint az eddig megszokott törvények. Itt mindent nekünk kell bizonyítani. Tehát visszamenőleg, ha jön a hatóság, és azt mondja, hogy azt a felvételt hogy merted feltenni, akkor nem mondhatod azt, hogy szóba beleegyezett, mert bizonyítanod kell, hogy beleegyezett. Most az illető vagy emlékszik rá, vagy nem emlékszik rá, ha nem tudod bizonyítani, akkor a jogtalan adatkezelés, és akkor bizony büntethetnek érte. Hát azért általában első esetben, meg ha nem olyan súlyú, akkor ennyit kapsz, de ha több ilyen ennyit van, akkor előbb-utóbb azért büntetés lesz belőle. Akkor az első szakasz összegzéseként elmondhatjuk, hogy szabad menetkamerát használni, lehet, hogy előbb-utóbb ezt jelezni kell az autón valamilyen formában, de erre még nincs rendelkezés, viszont a felvételek felhasználása csak az adatkezelési szabályok betartásával történt. Tehát ha mondjuk beküldjük a televíziónak, hogy láttunk egy óriási balesetet, akkor majd ott vélhetően gondoskodnak arról, hogy mi ne kerüljünk bajba, tehát kitakarják a megfelelő részeket, és csak a helyzet. Illetve ami fontos, amit már most is meg kell tenni,
és ezért is szorgalmazzák ezt a kimatricázást, hogy a baleset bekövetkezésekor a másik érintettnek joga van a felvételhez. Tehát ő kérheti, hogy te add át. És azt csak úgy tudja, hogyha vagy látja a menetrögzítő kamerádat, vagy látja a matricádat. Tehát ezért, igen, és akkor ezt köteles vagy átadni neki, és akkor ő is lehet. Nyilvánvalóan így fel a történet, hogy igen. Kiderülhet bármi is a vizsgálatból. Tehát ez a menetrögzítő kamera. Mi a helyzet a magánházaknál térfigyelő kamerákkal, tehát amik a kertet nézik, vagy a bejáratot nézik, saját bejáratot gondolom nézhetem, figyeltem, de belóg az utca is. Tehát például láttunk már olyan felvételt, hogy közeledik egy autó a kert felé, átszakítja a kerítést, és ezt leadja a televízió. Hogy, tehát ott a kamera lehet, hogy rosszul volt beállítva. Igen, sőt most van pont egy, vagy most zárult le egy ilyen ügy a NAIC-nál, a hatóság vizsgált egy ilyet bejelentés alapján. Több kamerát rakott fel az illető a házára, és hát természetesen a kamerák először átláttak a szomszéd területére, kiláttak a közterületre, és hát elég szépen körbe vette a házat, ezt bejelentette valaki a hatóságnak, véletlenül a szomszéd vagy az utcából valaki, a hatóság figyelmeztette, felhívta az adatkezelőt arra, hogy tartsa be a szabályokat, mert ha nem tartja be, és látja a szomszéd kertjét meg a közterületet is, akkor már a GDPR hatálya alá tartozik az egész, és akkor mindennek meg kell felelni. És a GDPR ugyanúgy tiltja a közterületek a megfigyelését magánszemélyek részéről. Tehát gyakorlatilag sehogy nincs mentve a dolog alól, de akkor nagyobb büntetést kaphat esetleg. Tehát felhívta a hatóság a figyelmet, hogy tartsa be, hogy magán ne adatkezelésnek, hanem magánfelvételnek minősüljön. Ők abba eleget is tettek, hogy kimaszkolták a szomszéd kertjét, meg a közterületnek is egy részét. Ez a maszkolás történet szoftverrel, de sokan úgy csinálják a fix kamera, hogy akkor eléraknak valami kis takarót. Ezek így oldották meg, de a közterületet valahogy nem sikerült nekik, és a hatóság, mikor kiment másodszor is, akkor a felvételeken látták, hogy a közterület mégiscsak látszik. Valószínű, hogy benne volt az, hogy az autóit, amik az utcán állnak, hogy azok látszódjanak. Igen. És a hatóság újra felszólította őket, akkor sem tettek eleget, most kaptak 500.000 forintot, mert többször felszólításra sem tettek eleget, és most már ez egyre gyakoribb az egész Unióban, meg kevesebb nálunk is. Kevesebb a felszólítás is. Nem, hanem hogy idáig nem büntették azt, hogyha felszólították és nem reagált azonnal. Most már keményebbé válnak, szóval egy-két felszólítás után már akkor büntet a hatóság is, de igaza van. Hát egyszer ez a elírás szabály, most ha jó, ha nem jó, ez a törvény, ez a szabály, és ha fel is szólítják rá, hogy tartsa be, és akkor sem hajlandó, akkor előbb-utóbb valahogy rá kell kényszeríteni. Visszatérve a kamerákra, a rendőrség egyébként, ha látja, hogy van ilyen kamera, elkéri, és a bíróság fel is használja a büntető eljárásban, meg a rendőrség is, de viszont az az eset előfordulhat, hogy ilyenkor a kártszenvedő, mondjuk azt, hogy a bűnöző, vagy a bűnelkövető feljelentheti a kamerát kirakó szemét, hogy jogtalanul kezelte az adatokat, és bizony őt megbüntethetik. Mondjuk ebből a feljelentőnek haszna nincsen, de vissza tud vágni ezzel a... Van, lehet haszna, mert a GDPR azt mondja, hogy kétféle, tehát többféle jogorvosat van, de az ilyen kártérítést kérhet, de a kártérítésnél meg kell mondani, mi volt a kára. De kérhet sérelemdíjat is, és a sérelemdíjnál nem kell megmondani, mi volt a kára. És ott röpködhetnek a milliók is, nem? Igen, és a bírósági gyakorlattól függ, hogy esetleg hova fog elmenni egy ilyen igény. Lehet, hogy nem fog semmit kapni, mert erre is volt példa már a közelmúltból, de az is lehet, hogy milliós nagyságrendű. Esetleg egy példát, hogy ha online rendelsz vasúti jegyet, akkor ráírják a nevedet és a születési idődet a vasúti jegyre. Azt mondja Ez szabad? Hát itt jön a gond. Azt mondja a MÁV, hogy azért teszi rá, hogyha valami kedvezményed van, akkor így lehet ellenőrizni. De jó ember, aki teljes áru menetjegyet vett. Annak minek? Semmi kedvezménye nincs. Már úgy küldte be a MÁV-nak a
az igényét, hogy 50 ezer forint sérelemdíjat kér, mivel rajta volt a neve és a születési dátuma, és neki ez gondot jelentett. Hát gondoljunk bele, hogy udvarol valakinek egy férfi, egy nőnek, vagy fordítva, és akkor kiderül a... De ezt titokban szeretné tartani. Hát nem csak az, hanem azt is, hogy mennyi idős. De ha jön a kalauz, és akkor ott a bizonyíték. Igen, hát vannak ilyen esetek. Ám de például a repülőjegyeken rajta van az ember neve, mert nem is baj, ha van utaslista, hiszen adott esetben erre nagy szükség lehet. A GDPR, másik történet, a GDPR, ha betartjuk a GDPR-t és meghatározzuk a célt, a jogalapot és minden előírás, megvizsgáljuk, hogy valóban szükséges-e az az adatkezelés, és bizonyítani tudjuk, hogy arra szükség van, akkor nem tiltja az adatkezelés, de hát itt a MÁV ezt nem tudná bebizonyítani, hogy miért kell egy teljes áru menetjegyre a nevemet ráírni, illetve a születési időmet. És ebben az az érdekes, hogy az illető beküldte ezt az 50 ezer forintos kárigényt, ha ezt a MÁV teljesíti, és ez akkor kiderül, mindenki, akkor mindenki befogja. Mint egy próbaper, ugye, hogy... Igen, ha meg nem teljesíti... Jogosultá válik automatikusan a visszatérítő, vagy a kár... Ha meg nem teljesíti, akkor az illető bírósághoz fordul. A bíróság biztos meg fogja ezt az 50 ezeret ítélni, mert hát már csak azért is, hogy a MÁV ne írjon olyat rá, ami nem jogszerű, meg akkor még a hatóság is lehet, hogy megbünteti mellette. Tehát... És gondolom, akkor el is tilthatják ettől a gyakorlattól MÁV-ot például. Igen. De ehhez kell egy bírói döntés vagy határozat. Hát a hatóságnak joga van eltiltani a jogszerűtlen adatkezeléstől, és általában ezt meg is szokta tenni a hatóság. Térjünk vissza a kamerákhoz. Igen. És egy nagyon érdekes terület, ugye a közintézményekben elhelyezett kamerák, amik nyilván biztonságokból nem baj, ha ott vannak, legalábbis úgy gondolja az ember, viszont ennek a szabályait sem mindig tartják be. Tehát lehet, hogy nyakra főre kiraknak kamerákat, és az ott várakozó, vagy oda betévedő delikvensnek fogalma sincs, hogy most őt megfigyelik, vagy miért rögzítik a képét, ha ez így van. Gondoljunk például egy kórházra, ahol a váróban ülnek beteg emberek, és figyelik őket, és azon kívül nem kamera ügy, de mondjuk nyitott ajtónál rendelnek, és nyilvánvalóan válik mindenki számára, hogy kinek van prostata problémája, vagy kinek van agyi, vagy neurológiai gondja. Tehát ilyenekkel találkozott-e már? Igen, hát ezek elég gyakori esetek, mert közintézményekben kétféle kamera megfigyelés lehet. Egyik, amikor azokat a tereket... Bocsá, elkezdtek magázni, de ezt húzzuk ki egyzőkönyvbe. Tehát azokat a tereket figyelik meg, ahol mindenki előfordulhat, tehát betegek, ügyfelek, és van az a kamerázás, amikor azt a teret figyelik meg, ahol a dolgozók közlekednek csak, tehát esetleg belső egy egészségügyi intézmény. Kivéve az öltözőt. Igen, nem hát volt, az öltözőkben és olyan helyeken, ahol emberi méltóságot sérthet a kamerázás, oda nem szabad kamerát elhelyezni. Egyébként most van az Unióban egy ilyen per, hogy a WC-ben voltak kamerák, és nem is akarják kivenni a WC-ből, mert iskolában van ez, kifejezetten fiatalkorok. Nem, verekszenek. Ja, verekszenek. És az erőszakos cselekmények általában ott történnek. Pár napja a televízióban is volt egy ilyen, hogy uszodában, öltözőben szeretek föl, de nem szabályosan, rejtett kamera volt, az másik történet. Ilyen esetekben, mint ennél is, meg amit úgy felvetettél, gyakorlatilag a kameránál, minden kameránál mielőtt kihelyeznénk, érdekmérlegelési tesztet kell végeznünk. Még egyszer, érdekmérlegelési tesztet. Igen, ez az érdekmérlegelési teszt arról szól, hogy összeszedem az összes én jogszerű érdekemet, és összeszedem azokat, amelyiket esetleg sértek az adott érintetnél, és egyértelműen be kell tudnom bizonyítani, hogy az én érdekem erősebb, mint az érintettnek, a megfigyeltnek az érdeke. Ha ezt nem tudom megtenni, akkor nem csinálhatom. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnom, hogy van-e bármilyen más olyan eszköz, amivel ugyanezt az eredményt el tudom érni. Mondjuk most nem egészségügyi intézményről, vagy nem közintézményről, hanem egy cégnél, ha kiteszek kamerákat, meg kell vizsgálnom, hogy egy kerítéssel nem érem el ugyanazt a hatást. Vagy esetleg egy biztonsági őrrel. Mert ilyenkor nem a pénz számít, hogy mennyibe kerül, hanem az, hogy megoldhatom-e másképp, és az érintettnek minél kevesebb szabadságjogát korlátozzam.
És ezt nekem bizonyítani kell, hogy ez így is van. Tehát ilyen esetekben is eleve ezt már meg kellene csinálni, és nekem, mint érintettnek, jogom van elkérni ezt az érdekmérlegelési tesztet, illetve ennek a tesztnek a kivonatát, mert ebbe az érdekmérlegelési tesztbe azért lehetnek ipari titkok, vagy egyéb olyan adatok, ami nem rám tartozik, de az a része, ahol bebizonyítják azt, hogy az adat szervezetnek az érdeke erősebb, mint az enyém, azt rendelkezésre kell bocsátani, ezt GDPR előírás. De az a gond, hogy ma Magyarországon a kamerákról nagyon sok tévhit van elterjedve, és mindenki azt hiszi, hogy az alap, illetve ami régen volt a GDPR előtt, még arra emlékeznek, és azt akarják most is. Most arra hivatkoznak. Egy nagyon egyszerű példa, a kamerával megfigyelt területet mindenképp mindig piktogrammal kell jelölni, hogy hol van. És sokan azt mondják, hogy ez a piktogram azt jelenti, hogy figyelmeztetlek, hogy itt kamera van, és ha bejössz, akkor te hozzájárultál ehhez. Csak ez a GDPR előtt volt így, illetve 2019-ig volt így, mert akkor az Európai Adatvédelmi Testület kiadott egy kamerákkal kapcsolatos útmutatót, a kamerakezeléssel kapcsolatos útmutatót, és abba egyértelműen leírta, hogy a hozzájárulás, mint jogalap, nagyon szűk esetben használható a kameráknál, mert hogyan tudsz mindenkitől hozzájárulást kérni. Ez a piktogram, ez nem elég. Ezért most már a kamerakezelésnél jogos érdek alapján kezeljük az adatokat, és a jogos érdek még mindig kötelező, ez az érdekmérlegelési teszt. Hozzájárulás csak olyan esetben lehet elfogadni, hogyha mondjuk sportolókat kameráznak le azért, hogy nézzék a fejlődését, a technikáját, vagy ha a cég a dolgozóit valamilyen szinten meg akarja figyelni. De egy munkáját például, hogy elemzést végez, hogy mozdulatelemzést. Pontosan például ilyen elemzésekre, mert egyébként tilos a munkavállaló megfigyelése, de ilyenekre ilyenkor meg lehet figyelni, amikor valóban egy munkasort akarok elemezni, mozdulatokat kiszűrni, a nem odavalókat. Igen, de akkor a dolgozó is tud róla. Erre előtte tájékoztatni kell, itt szükségességi arányossági tesztet is kell végezni, tehát hogy szükséges-e ez és arányos-e ez, hogy annyit veszek-e fel, mint amennyi pont szükséges, nem veszek-e többet, nem terjeszkedek-e túl a feladatomon. Tehát a kamerakezelés ilyen szinten nagyon jól leszabályozott, és ha valaki odafigyel, akkor nagyon jól meg tudja csinálni úgy, hogy ne legyen az érintetteknek érdeksérelme, de az a baj, hogy Magyarországon ennek nem alakult ki igazán a kultúrája. Most már kezd egyre több büntetés jön, mert a kamerakezeléssel elég sok büntetést kiosztottak. Talán a leghíresebb a Scientology egyház. Az esete, amikor kiment a NAIC ellenőrizni, és akkor ők, hogy bizonyítsák az ellenőrzést, hogy mi történt, elkezdték kamerázni az ellenőröket. De hát minden adatkezelésnél a tájékoztatás alapvető kötelezettség, és ők nem mondtak semmit, csak elkezdték kamerázni, és hát pont ez bizony jókat, igaz, hogy 220 millió forintjukba került, tehát nem kis összegbe került. Az, hogy nem úgy kezelték, mert megcsinálták volna ezt, csak akkor célt kellett volna találni, jogalapot kellett volna találni, tájékoztatni kellett volna az ellenőröket, meg, tehát be kellett volna tartani a szabályokat. Mondjuk tegyük fel, hogy egy társasház kezelő vagy közös képviselő rajta kap valakit, hogy szemetet rak le valahová, nem is ott lakik, de hát nyilván illetéktelenül rak más társasházhoz hulladékokat, és fölveszi ezt videóra, akkor joggal reklamál-e az, akit fölvettek, hogy de miért csinálja ezt? Igen. Igen, tehát én nem vehetem föl. Hát végülis felveheted, hogyha nem fogod semmire használni semmire. Igen. Akkor nem igen, követek ezt szabálytalan se, de ez fenyegetésnek nem rossz. Hát az álkamerák is ilyenek. Igen, hát azért teszik ki, hogy fenyegessenek, de ennek következménye nincsen, nem mintha az éles kameráknak lenne következménye, nincs meg az a jogalap, ami alapján elkezdek kutatni az illető után, ha látom, hogy lerakott szemetet, és akkor mit kezdek a felvétellel? Hát ne is menjünk ebbe bele, de ha már társasházaknál tartunk, lehet, hogy elveszítettem a fonalat, hogy kevés a piktogram és a jelzés, hogy itt kamerával megfigyelt területe tévedt valaki, hanem mit kell csinálni? Hát alapvető piktogramnak lenni kell. Az az első, igen. És általában azt mondjuk, hogy ilyen társasházi kamerázásnál két lépcsős tájékoztatást kell
alkalmazunk, az azért két lépcsős, mert először mielőtt belépne a területre, akkor ott meglátja ezt a piktogramot, és ott el is kellene helyeznünk egy rövidített tájékoztatót, amiben le van írva, hogy milyen célból, milyen jogalappal és ki végzi ezt az adatkezelést, hol olvashatja el a bővebb tájékoztatót, és hova fordulhat esetlegesen panasszal. És a másik tájékoztatás az viszont már a bővebb, ahol, vagyis nem a bővebb, a teljes, amikor mindent le kell írni. Azt tudni kell, hogy egy ilyen megfigyelő rendszernél minden kamerára külön meg kell csinálni az érdekmérlegelési tesztet, külön meg kell határozni a látószöget, ezt mindegyik kameránál meg kell csinálni, és indokolni kell, hogy miért azt a látószöget veszem, miért van nekem szükségem arra, hogy azt megfigyeljem, és meg kell határoznom a célt és a jogalapot. Ezben az a gond, hogy eddig a salátott törvény megjelenésig, ami 2019-ben jött ki, addig a törvény megmondta, hogy milyen célból kezelhetem, és mennyi ideig. A salátott törvény ezt eltörölték, most már nekem kell megmondani, hogy milyen célból. Az a szerencse, hogy a régi törvényre azért vissza lehet menni, ott a meghatározott célokat azért az fel lehet használni. Igen, de tehetek újabb célokat is be, és az adatkezelési időt is nekem kell meghatároznom, és ehhez is mindegyikhez az érdekmérlegelési tesztbe ki kell térnem, hogy például miért 3, 5 vagy 30 nap. A 30 napot szinte nem fogadják el egy ilyen társasházi kamera kezelésnél, maximum 3-5 nap, ami indokolt, mert ha addig nem jössz rá, hogy történt valami, akkor nem fogsz rájönni 20 nap múlva sem. Tehát nincs értelme tovább kezelni, általában ezek a kamerák ma úgy is működnek. Igen, bár előfordul, hogy valaki nyaralni van, és két hét jön haza, és azt mondja, hogy betörtek hozzá. Megvan-e, hogy ki járt két héttel ezelőtt a házban, idegen esetleg? Ott már necces. Hát ilyenkor erre valami külön dolgot kell csinálni, mert általában most már kamerákat is úgy gyárilag olyan szoftvert tesznek rá, hogy 5 naponként újra törli magát. Felírja, igen, igen, és felvétek. Ki kell mentenünk azt a részt, ami esetleg ilyen eljárást vonhat maga után, mert azt természetesen tárolhatom tovább is, mert az eljáráshoz kell, de csak addig, míg át nem adom az eljáróhatóságnak, mert utána nekem ezt le kell törölni, utána már én azért, hogy mutogassam, azért nem tarthatom meg. Sokáig beszélgethetnénk még, de két kérdésem van. Igen. A végére. Az egyik, hogyha valaki úgy érzi, hogy érdeksérelem érte, tehát úgy figyelték meg, hogy nem érzi szükségét, illetve sérti a saját érdekeit, akkor kihez fordulhat panasszal, feljelentése? Milyen jogai vannak? Hát sok jogot biztosít a GDPR, de alapértelmezésben a hatóság is azt várja el, hogy először ahhoz a szervhez forduljunk, aki az adatkezelést végzi. És vele próbáljunk meg egyeztetni, és ha sikerült, akkor nem kell tovább menni. Ha nem sikerült egyességre jutnunk, akkor fordulhatunk a hatósághoz. A hatóságnál is kétféleképpen, egyik az, hogy kérjük azt, hogy vizsgálja ki az esetet, hogy történt-e jogsértés, a másik az, hogy azt kérjük, hogy indítson eljárást a hatóság, és akkor a hatóságnak eljárást kell indítani az adott ügyben, és akkor annak majd meg lesz egy eredménye. Vagy fordulhatok bírósághoz, és a bíróság gyorsított eljárásban, hát a területileg illetékes bírósághoz fordulhatok, és gyakorlatilag gyorsított eljárásban a bíróság döntést hoz ezzel kapcsolatban. Ezek az alap jogérvényesítési lehetőségek. És milyen eljárási határidőkre kell számítani? Hát a hatóság általában 150 napos határidővel dolgozik, amit meghosszabbíthat. 5 hónap, igen. Ha jól szózok. Az a baj, hogy elég sok ilyen eset van, és elég korlátozott a hatóságnak a létszáma, és folyamatosan csúszásban vannak, de ez tényleg nem az ő hibájuk, nem akarom én őket védeni, de tényleg sok ügy van, és hát egy ügyet kivizsgálni, kiszállni, megnézni, bár a vizsgálatok... Minden érintettel.
Hát, ha nem is minden érintette, de általában itt azért, mivel egy kiforratlan joggyakorlat van, még nincs az a úgymond a szokásos eljárás, vagy a jó gyakorlat, amit alkalmazni lehet, mert hát nincs olyan régen még hatályban ez a GDPR rendeletünk, és ezért nekik is kell az idő ahhoz, hogy meg nekem is volt hasonló esetem, és hiánypótlásra visszaküldték, akkor onnét indul a 150 nap, tehát így gyakorlatilag. És mintha neked kellett volna javaslatot tenni a büntetésre? Az, igen. Tehát ahogy mondtam, két eset van a hatóságnál. Az egyik, amikor elmondom az ügyet, és kérem, hogy akkor ők vizsgálják ki, hogy itt mi történt. És akkor ők nekiállnak, és kivizsgálják, ha úgy érzik, hogy itt eljárást kell indítani, akkor ők hivatalból megindítják. A másik az, hogy én kezdeményezem azt, hogy eljárást indítsanak, de mivel kezdeményeztem, hogy eljárás induljon, akkor meg kell mondanom azt, hogy milyen jogsértésre kérem azt, és azt is, hogy durván, hogy mit akarok, hogy megállapítson a hatóság. Ez először engem is nagyon meglepett, de aztán utána ugye végig gondoltam, végülis valahol értelme van. Hát ha én azt kérem, hogy indítson egy eljárást, akkor mondjam már meg, hogy miért gondoltam azt, hogy eljárás kell, hogy induljon. De egy tippet adja. Csak az a gond ezzel, hogy egy átlagember... Főleg egy kevésbé tájékozott ember nem tudja, merre induljon. Pontosan ez a gond. Egy átlagember kap egy ilyen levelet vissza, mint ahogy én is kaptam, hogy mondjam meg ezeket. Hagyja a francba az egészet. Akkor azt fogja mondani, hogy így van, hagyja az egészet, vagy esetleg, ha olyan, akkor ügyvédhez vagy valakihez fordul, de akkor már pénzbe kerül, egyebek. Mérlegelni akkor... fog, hogy... Tehát sok ügye elhal biztosan ilyen. Igen. Még egy utolsó kérdés, hogy ígértem, hogy ki ellenőrizhet bennünket, most szűkítsük a kört, legyen szó társasházakról és magán személyekről, családi házakról. Ki az, aki az a hatóság, vagy mi az a hatóság, amelyik itt felszólalással érhet, vagy pedig ellenőrizhet, és esetleg meg is büntethet? Hát felszólalással bárki érhet, tehát gyakorlatilag... Maradjunk a hatóságnál. Mert közérdekű bejelentés bárki tehet. Tehát ez már egy fenyegetettség. Igen. A hatóságoknál hát az adatvédelmi hatóság az, amelyik alapértelmezésben, ha olyat jár, akkor lát, akkor vagy olyan jut a tudomására, akkor hivatalból nekik kötelező eljárni, illetve ha bejelentés érkezik, akkor szintén. Vannak, akik a rendőrséggel próbálkoztak, pont ez a kamerás ügy, amiről beszéltünk, hogy több kamera volt kint a családi házon, ott először a rendőrségnek jelentették be, de a rendőrség megállapította, hogy nem történt bűncselekmény. Szabályszegés történt, de bűncselekmény nem, és ezért ők lezárták az ügyet, nem is vitték tovább. De van egy másik, ez is egy két éve kijött rendelkezés, hogy az adatvédelmi hatóság felkérheti az adott terület jegyzőjét, hogy az adott céggel, szervezettel szemben adatvédelmi szempontból és megadva, hogy milyen szempontokat nézve járjon el. Nem nagyon hallottam, egy esetről tudok, amikor felkérték a jegyzőt így a szomszéd település polgármesterével kapcsolatban, hogy hazavitte a szervergépet, és otthonról elérte a központi gépet, és hogy ezt vizsgálja ki, erre a hatóság felkérte az adott jegyzőt. De erre is fel kell készülni a jegyzőknek, hogy előbb-utóbb, ha annyi sok ügy felhalmozódik a hatóságnál, akkor ezeket egyre jobban le fogja játszani a jegyzőknek, viszont a jegyzők nincsenek arra felkészülve, hogy adatvédelmi szempontból eljárásokat folytassanak le, de a törvény kötelezően előírja, hogy le kell folytatni, és igazság szerint nem is nagyon vehetnek igénybe, hát segéderőt igénybe vehetnek, de nem bízhatnak meg egy másik szervezetet azzal, hogy ezt az eljárást lefolytassák, ez a jegyzőnek a kötelessége. Jelenleg végül is az adatvédelemmel kapcsolatban szűken ez az ellenőrzés, de hát természetesen vannak más szabályok is, mert egy csomó ágazati törvény is rendelkezik az adatvédelemmel kapcsolatban, és hát természetesen akkor ott az adathatóság, minisztérium, az önkormányzatoknál esetleg a
A kormányhivatalok is eljárhatnak az iskoláknál is, a fenntartó intézmények, tehát azok is, ott is panasz lehet tenni, és ők is eljárhatnak, mert hát végül is az ő érdekük is, hogy az adatvédelmi szempontokból a törvények betartásra kerüljenek. Tehát ugye szokták mondani, hogy nagy testvér figyel, de nem erről van szó, sok kis testvér figyel bennünket, nem állt észnél lenni, és figyelni a GDPR rendelkezését, amik az időnként változhatnak is, és szorulhat a hurok, vagy valahol szabadabb lesz a... Hát igen, most alakul végül is a GDPR is, hogy milyen lesz majd, mert azért azt tudni kell, hogy ezt olyan személyek hozták az Európai Unióban, akik nem igazán rendelkeznek gyakorlattal a valós életbe, és azért azt igazítani ez kell. Látszik. Igen, ez látszik sajnos rajta. Hiába jó szándékú ez a törvény, mert arról lenne szó, hogy a gyerekeim adatait senki ne használhassa fel, csak a mi tudtunkkal és engedélyünkkel. Tehát, hogy mi minden adatunkról, amit velünk kapcsolatban személyes adat van, arról tudjunk, hogy mit akarnak vele csinálni, és hogy tudjuk kontrollálni. Sőt, azt szeretnék a hatóságok végül is, vagy a GDPR alkotó is, hogy legalább évente le is kérjük ezeket az adatszervektől, és megnézzük, hogy azt kezelik-e, ami feltétlenül fontos. Nem tereszkednek-e túl, nem kezelnek-e többet, nem kezelik-e tovább. Azt hiszem hasznos volt a mostani beszélgetés sokak számára, és pozitív volt a végkicsengés, hogy jogaink is vannak, nem csak kötelezettségeink, mint állampolgároknak. Vocskó Jánosnak, próbálom kimondani, Európai Uniós Adatvédelmi Szaktanácsadónak. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Én is köszönöm. I'm gonna